kréma. Nagyon sok lakossági bejelentést kaptunk itt Zuglóba, a Lantos Mihály Sportközpontnál, hogy az autók a füves területre parkolnak, ami ugye nem szabályos, úgyhogy a tettek mezejére léptünk, nézzük meg, mi sült ki belőle. A jogszabályok és rendeletek a hivatal útvesztőjében addig lettek csűrve csavarva, hogy eljutottunk odáig, hogy sem rendőr, sem parkolóőr, sem az önkormányzati rendészet, sem maga az önkormányzat nem léphetett fel a szabálytalanul parkolókkal szemben. Így aztán nem kimélve erőt, energiát, saját kezünkbe vettük az ügyet, és kemény munkával egy 10 méteres molinót feszítettünk ki, hogy megakadályozzuk a fűre parkolást. A molinó működött, azóta senki nem parkolt a zöldre. A biztonság kedvéért a kerületben működő egyéb pártok 3 hét múlva sziklákat helyeztek el a molinótól pár méterre, hogy még biztosabb legyen a védelem. Viktor a Zsolt kutyapártos képviselő, mint a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági elnöke javaslatot tett, hogy az ZKNP a tavalyi eredménye terhére csináltassa meg véglegesre a parkolásgátlást. Ezt a javaslatot a felügyelőbizottság egyhangulag elfogadta. Így történhetett meg, hogy a molinó kihelyezése után nem egészen másfél hónapra az ZKNP Budapest kompatibilis parkolásgátlókat helyezett ki. A munkálatok 600 ezer forintba kerültek, ami külön jó hír, hogy a zuglói vagyonkezelő az ígéretek szerint június második felében megkezdi a földcserével járó újrafüvesítést is. Mi ezt kimondottan sikersztorinak könyveljük el, viszont most van egy felesleges molinónk, amit szeretnénk felhasználni a további zöld területek megóvására. Szóval, ha van ötletetek itt Zuglóban, hogy hova tehetnénk ezt ki, akkor írjátok meg nekünk kommentbe, vagy akár a zuglói oldalunkra üzenetbe.